Osztrák jelentések szerint 4,7-es, a magyar adatok szerint 4,3-es földrengés rázta meg Ausztria keleti részét este fél hét előtt néhány perccel, ez közép-európai mércével jelentős földmozgásnak számít. A rengést Magyarországon, például Sopronban is érezni lehetett. Onnan jelentkezik Pap Gina Kitti. Érezted? Én személy szerint nem éreztem a földrengést, de a közösségi oldalakon többen is beszámoltak arról, hogy az egész városban, illetve a környező falvakban is érezhető volt a földrengés. Fél hét előtt egy kicsivel a Richter skála szerinti 4,3-es erősségű földrengést mértek ugye Wiener-Neustadtban, Ausztria keleti részén, ez nincsen messze tőlünk. Arról számoltak be az emberek, hogy volt, aki csak annyit érzett, hogy megmozdult alatta a kanapé, de több helyütt állítólag kilengett a csillár, illetve rezegtek az üvegek a vitrinekben és az ablakokban. A katasztrófa védelem jelentése szerint szerencsére nem érkezett eddig bejelentés sem személyi, sem anyagi kárul, illetve sérülésről. Egyébként az egész kb. 30-40 másodpercig tartott a beszámolók szerint, és az egyik lakótelepen állítólag többen kifutottak az épületből az ijegységtől, de szerencsére az ijegységen kívül semmilyen más bajuk nem történt. Köszönjük szépen. Bécs új hely, csak hogy magyarul is elmondjuk Wiener Neustadt nevét, de valóban ott a közelben volt a földrengés. Köszönjük.